Az elmúlt 3 hétben egyetlen almatermesztő sem szállította be a léalmát egyik feldolgozó üzembe sem. Kedden a gazdák megegyeztek a vajai üzemmel, csütörtökön pedig bejelentették, hogy a legnagyobb feldolgozóval, az Austria Juice-zal is eredményre vezettek a hosszas tárgyalások. Az eredmény egy közösen kialkudott piaci ár lett, gyakorlatilag a kezdő 13 forintos nettó felvásárlási ár. Jelenleg a mai piac a mai napon 20 forint nettóban jelent meg, illetve a hosszú távú szerződéssel rendelkező gazdák számára, akik rezisztens fajtát termelnek, nekik a nettó 22 forintos árat biztosítja a feldolgozó. Ez azért is nagy eredmény, mert az osztrák multicég mögött komoly gazdasági érdekcsoport van. A tulajdonosi körben például a Raiffeisen Bank is érintett, ez pedig megnehezítette a tárgyalásokat. Most mégis sikerült megtörni a céget. Azzal, hogy a stratégiai megállapodás esetleges felbontásával érveltünk, az szerintem azért fontos lehetett. Fontos lehetett az, hogy Nagy István miniszter úr is fogadta az Agranát, illetve államtitkár úr fogadta az Agranát, tehát érezték azt, hogy a kormány számára sem mindegy, hogy itt születik megállapodás vagy nem. A sikeres megállapodást az is segítette, hogy a feldolgozók látták az elszántságot és az egységet a gazdák részéről. A megyében ez a megállapodás közel 4000 gazda munkáját érinti. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 480-500 ezer tonna alma fog itt megteremni a megyében. Ennek a feldolgozó kapacitás rendelkezésre áll egy ilyen mennyiségnek a feldolgozásához. Most egy kicsit azon aggódok, hogy azért elment vagy 2-3 hét, mondhatnánk, a betakarítás elejéből, és majd ez nem bosszulja meg magát a kapacitás szempontjából, mert ez azt jelentheti, hogyha november 1-ig nem sikerül betakarítani, és ott már esetleg olyan hűvös időjárás, vagy akár fagy is lehetne, akkor ez magában hordozza azt a veszélyt, hogy valamennyi alma oda fog fagyni. A megyében lévő 17 000 hektáros termőföldből 4500 hektáron csak léalmát termesztenek, amelynek a 30%-a már korszerű jéghálós ültetvény. Ennek is köszönhető, hogy idén a közepestől erősebb termésre számítanak a szakemberek.